Na, sziasztok srácok, én tanulmányok is itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint egy Bed Wars meccset fogunk játszani a Mindside Bed Wars szerverén. Itt is vagyunk a sátorok arénában, és itt le lehet esni? Nem lehet leesni, itt ugye barrierek vannak. Ugye? Igen, itt mindenhol barrier van. Királyság srácok, és hát egyedül vagyok, ahogy látom, szóval eléggé nehéz dolgom lesz. Így bemehettem volna igazán egy csapatba, hogyha már így ennyire benne voltam, na mindegy. Egyedül srácok, higgyétek, hogy képes leszek megnyerni ezt az arénát, és hogyha ti is így gondoljátok, akkor csapassatok már most is egy lájkot a videóra, és hogyha még szeretnétek hasonló tartalmat, akkor is nyugodtan ugye hát egy az, hogy kommentbe leírhatjátok a véleményeteket, és ugye a like is jelzi azt, hogy mennyire tetszik nektek ez a fajta videó, de általában most ezt mindenféle izé nélkül, én általában a megtekintés szám alapján szoktam nézni, hogy milyen content tetszik nektek, tehát mégiscsak az dönti el általában, hogy mennyi embert érdekel az, amit csinálok logikusan, és hogyha most megint valaki azzal jönne, hogy biztos a pénzkeresés miatt, ezen a csatornámon nem keresek pénzt pillanatilag, szóval. Szóval, ja, én ezt így alapból, ezt logikusnak tartom. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, hogy sokan megnéztek egy videót, akkor valószínűleg az a féle content, az tetszik nektek. Ha kevesen néztek meg egyfajta videót, akkor valószínűleg az nem tetszik nektek. Ez szerintem totálisan logikus, és de megijedtem. És szerintem teljesen megérthető dolog. Szóval ebben nem akarok nagy ügyet csinálni. Na gyors, veszek egy csákányt, egy gyors, egy kőcsákányt. 64 vas, na hagyjál már, annyit én soha nem fogok kifarmolni. Akkor veszek egy facsákányt inkább. Nem fogok én ezzel szenvedni. Már nem azért. Na! Ó, még egy szettet is azért akkor már megveszek. Ha már ennyire gazdag vagyok, jó, adja még bronzt. Na, srácok, menjünk középre szépen támadni. Ezt is megvettük, királyság. Gyors kajálunk, és gyors, menjünk középre a leggyorsabban. Tök így a pirosak négyen vannak, a kékek ketten, mondjuk a zöld is egyedül van. És szépen én pedig így egyedül. Egy, ugye ugyanúgy, ahogy a zöld mondjuk, de nem tudom azért. Bemehettem volna inkább mondjuk egy kék csapatba, vagy valahova, hogy legyen már valami segítségem, de nem probléma. Egyedül meg fogjuk tudni oldani, én ezt elhiszem magamról. Mondjuk az ágyat se fettem be, se semmit, de mindegy. Gyors megyünk középre, megpróbálunk a lehető leggyorsabban odaérni. Hát nagyon remélem, hogy elég lesznek a blokkok. Elég? Aj, ne, nem lesz elég. Megpróbáljuk átkorni. Jó, úristen. Úristen, mit ugrottam, halljátok. Úgy is itt van egy gyerek, szépen. Hát kedves... Ne. Hogy haltam meg? Hogy haltam meg? Halljátok, a gyerek random megfordult. Hát ez kész. Jó van, én már itt így elásom magamat, srácok. Én már itt így nem is nagyon adok magamnak esélyt, ha nem baj, megveszik az utcokat. Menjünk vissza, gyerünk! Meg tudjuk csinálni. Gyerünk, fussunk gyors vissza. Hát én kihalok, halljátok? Tehát neki támadtam, bum, megfordult instant. Gyab, meghaltam. Ennyi volt. Komoly, hát abban reménykedek, hogy... Jaj, ne. Jó, oké, király. Hát abban reménykedek, hogy még itt van a gyerek, és meg tudom ölni. Nincs itt a gyerek, de király. Ah, rippa vaskardomnak, rippa szettemnek, rippa cuccoknak. Nagyszerű. Nagyon örülök. Mindegy, felveszek annyi cuccot, amennyit tudok. Menjek vissza, szerintetek? Vagy próbáljak meg inkább támadni. Az a gond, hogy nincs se csákányom, se blokkom, se semmim, szóval... Rettentően, hogy hülyeség lenne, szóval szerintem bárkit is megtámadni. Viszont ott van egy piros... csapat. Akit szerintem... lehet, hogy visszatudnék... Aha, visszatudnék tartani. Menj arrébb! Mi van? Féltek? Tudom, hogy féltek, hát tudom, hogy ijesztő vagyok. Csak attól félek, hogy valaki hátba támad. Az meg nagyon nem lenne jó. Gyertek közelebb! Na mi van? Ennyik vagytok? Ennyik vagytok, Lili? Lili X, ennyit értek? Easy. Enyém a közép, ezt jegyezzétek meg. Középső sziget mostantól az enyém. Gyors, szedjünk össze valamennyi gyémántot. Én amit nagyon szeretek a Bed Wars-ban, az az íjászkodás. Itt szerintem a leghasznosabb talán, hogyha van egy íjad. Szóval én instant szerintem arra is fogom majd költeni a cuccaimat. Ezeket megpróbálom úgy, hogy visszatartani addig, amíg... Aj, az a gond, hogyha beérnek középre, akkor instant végem van. 3v1-ben, lazán odavernek. Na mi van? Ezek most csak ott bekerítik egymást. Vagyis hát nem egymást, hanem csinálnak egy ilyen kis bázist. Jó, megvan a 16-10, én megyek is gyorsan haza. Merre jöttem? Arról leszem. Ne, aj, nem, most megint vissza kell ugornom valahogy. Jó.
Ja, jó. Ezt én biztos, hogy be fogom fejezni. Amúgy, ahogy látom, a zöld játékos, igen, a zöld játékos, ez már ki is lépett, szerintem fel is adta így egyből. Szóval egy egyel könnyebb dolgom lesz, vagy egyel nehezebb, nem tudom, mert most így... Ó, a pirosakból is kilépett egy, a pirosakból is kilépett egy, vagy kiesett, nem tudom. De király, jó, akkor ez így most így még könnyebb lesz szerintem. Veszünk gyors nyilakat, és veszünk szerintem egy vassákányt. Aranyból nem bírunk valami, de veszünk egy vaskardot is. Veszünk egy vassákányt is, higgyétek el srácok, jó lesz, higgyétek, hogy jó lesz. Veszünk egy adag ilyet. Veszünk egy adag ilyet, királyság, még veszünk az aranyból még egy kis nyilat, mert abból most nekem nagyon sok fog kelleni, mert most főleg a nyilazásra fogok rámenni. És akkor szépen vagy a kékeket, vagy a pirosakat, de szerintem inkább a pirosakat kéne megtámadnom, mert szerintem ők most, nem tudom, támadhatóbbak. Jól hallom, valaki itt volt mögöttem? Nem volt itt senki, akkor nagyon jó a fülem. Veszek még aranyalmát. Királyság. Jó, menjünk szépen vissza és támadjunk. Meg fogom nyerni, mondjuk a ágyamat be lehetett volna fedni, de igazából tök mindegy, most valaki idejön, így is úgyis ki tudja ütni az ágyamat, hogyha nagyon szeretné. Szóval srácok, menjünk szépen, megtámadjuk a pirosokat, gyors ezt én befejezem szerintem, hogy ne kelljen én nekem itt félnem meg semmi. Azt a csajt ott szépen elkezdjük íjazni, hogyha csaj egyáltalán, ott egy kék. Azt a kéket is, aha. Azt a kéket, jaj ne. Hát te sókám, nagyon megszívtad, na ezért jó az íj. Na ezért jó az íj, srácok. Na mi van? Aha. Hogy töltött fel ilyen gyorsan HP-je? Ezt én nem vágom, na mindegy, ott van még egy kék. Ó, Istenem, most befette magát. Hát ez nagyon jó lesz, jó, mindegy, felépítek. Na gyere, hogyha azt mondod, hogy elbújhatsz előlem, nagyon tévedsz. Jó, felülről fogok szépen oda menni. Nem fogok én itt szenvedni, szépen felülről megpróbálom megtámadni, srácok. Jó, ahogy látom, kijött a gyerek. Na mi van? Na mi van, srác? Na mi van? Jó, egy kicsikét így bejjebb ugrok. Heee, te! Nehogy azt hitt, hogy te jobb vagy nálam? Várjatok. Feljebb éptem magamat inkább. Ó, Istenem, ez itt nagyon nehéz lesz, hogy össze-vissza mozgolódnak. Édes Istenem, na, hol a másik kék? Ott vagy. Hello! Jó, kétszer meglőttem, őt is meglőttem. Mondtam, hogy erős ez zi. Mondtam, hogy az íjat kell venni. Na, ott egy piros. De jó lenne, hogyha... Jó, megtámadta. Jó, létszi. Jó, meghalt. Te is meg fogsz halni, tesókám. Aha. Te is meg fogsz halni, bro. Te is mindjárt szépen kimulsz. Azt én most nagyon jól látom előre. Jó, beveszek egy aranyalmát, és szerintem lehet, hogy neki kéne mennem. Jó. Ennek is van aranyalmája. Áj, ez így nagyon hard küzdelem lesz. Én azt mondom. Istenem, mozogj már. Jó. Jó. Léci. Istenem, de halljátok. Nagyon kezdem rosszul érezni magamat, hogy nagyon béna vagyok. Aj, azt a srácot csak valahogy. Azt a gyereket azt ott már meg tudom jövelni lazán. Királyság. Ó, Istenem, le kéne ugranom valahogy megtámadni, basszus. Ez így nagyon nem lesz jó. Aj, gyere már közelebb, hallod? Ne féljél. Srácok, mit csináljunk? Na mi van? Á, Istenem! Jó, ide kiugrok. Istenem! Jó! Ne! Jaj! Nyugi! Jó, aranyalma! Jó, felépítés! Ó, Istenem! Majdnem megvolt! 5, vagy mennyi? 5 izéje HP-ja maradt. És nem 5 HP-ja, hanem alapból 20 HP, szóval az 2,5 HP-ja maradt elvileg. Ó, Istenem! Nagyon nehéz ezt a gyereket kinyírni. Van egy olyan érzésem, hogy rohadt nehéz dolgom van. Miért pont őt? De tényleg, ott a piros, menj neki! Piroska, menj neki! Menj neki, hallod? Menj már neki! Mi? Ezek tímelnek? Ezek tímelnek, vagy mi? Hallod? Na, azért mondom, neki ment a srác. Jó.
Istenem, honnan van neked aranyad? Jó, megy vissza szerintem. Ja, megy vissza. Jó, most kell betámadni. Jó, nem ment vissza. Nem ment vissza. De én megyek ide. Én viszont megyek ide. Na mi van? Na mi van? Na mi van? Na mi van, srácok? Ez milyen színű izé? Ez lesz a kékeké? Ugye ez nem a kékek bázisa? Fogalmam sincs, hogy ez melyik színnek a bázisa. Talán a sárgáké? Megnézem. Nincs itt ágy. Akkor ez volt szerintem a zöldeknek a bázisa. Jó, Istenem! Nagyon béna vagyok. Na várjatok, visszamegyünk szépen. Visszamegyünk és megkeressük őket. Aha, rám is támad a srác. Na gyere! Aj, nagyon kevés nyilam van, már az a gond. Aha. Azt hiszi, hogy ezzel engem meg tud állítani. Értelek. Értelek, srác. Nagyon elhitted. Nagyon-nagyon elhitted, de amúgy azt mondja meg nekem a srác, hogy honnan van neki ennyi aranyalmája. Na mi van? Na mi van, srác? Az a izé, hogy vaskard, tehát hogyha meg lenne a régi vaskard, amit már simán neki mertem volna támadni. De most az a gyémánt karddal kettő ütésből engem megölne. Bocsi srácok, tényleg, hogy én itt nagyon itt bénáskodok. Meg ilyenek, de hát... Aha, nagyon elhitted. Ez ki akarja farmolni a izét. De az a piros meg miért nem megy neki? Hallod? Az a piros miért nem megy neki? Na, ez az, ennyit erről, srác. Jó, ott a másik. Ha most abba egy instant headit beleadnék, akkor még talán még azt mondom, hogy még rá ismernék menni. Na gyere! Gyere, srác! Nézd ki! Csak nézd ki, basszus! Csak nézd ki! Jó, kicsit beljebb építek. Gyere! Na gyere! Na, itt felesleges sápazrolnom amúgy a nyilamat. Na gyere már! Ó, Istenem! Soha nem... Tudtam, hogy ez lesz. Ne már! Istenem! Hogy rohadj meg! Édes Istenem, és ezzel esek ki. Aj, Istenem! És ott bujkált végig az a virág alatt. Na jó van, srácok! Aj, jól kezdtük ezt a sorozatot. Na mindegy! Hogyha tetszett, akkor csapastok egy lájkot és iratkozzatok fel, és hát megpróbáljuk majd folytatni, lehetőleg vinekkel és normális csapattal, nem egyedül. Szóval ja, na, kösz szépen a figyelmet, és hát sziasztok!